5 milliárd forintos támogatás, már szállítják a szociális tűzifa programra sikeresen pályázó önkormányzatoknak a tüzelőanyagot. Bűn és baleset megelőzés, számos tanáccsal segítik a zavartalan megemlékezést a hatóságok Minden Szentek idején. Megemlékezés, a Halloween, a Minden Szentek és a Halottak napja három különböző, de egymásra épülő ünnepet jelent. Folyamatosan szállítják ki a fákat azoknak az önkormányzatoknak, amelyek sikeresen pályáztak a szociális célú tüzelőanyag programra. A Kölcsei Televízió híradóját látják, köszöntöm Önöket! A pályázatnak köszönhetően mintegy 200 ezer rászoruló család jut 2-3 hónapra elegendő tűzifához, ugyanakkor a tapasztalatok azt mutatják, a javuló gazdasági helyzet hatására kevesebben jogosultak a támogatásra. A belügyminisztérium idén júniusban ismét meghirdette a szociális tűzifa programot, amelyre tavalyhoz hasonlóan 5 milliárd forintot fordított a kormány. A pályázatra az 5000 főnél kevesebb lakosszámláló települések regisztrálhattak. Az önkormányzatok ennek segítségével 2-3 hónapra elegendő tüzelőanyaggal látják el a rászorulókat. Szavazhatnánk Beregmegyében 33 ezer köbméter, Hajdúbihar megyében mintegy 10 ezer köbméter igény merült fel az önkormányzatok részére. Ez majd 1 milliárd forint értékű tűzifát jelent egyébként a térségben. Ebből az igényből a Nyíregyháza ZRT mintegy 34 ezer köbmétert szolgál ki a két megyében. Szabolcs-Szatmár-Bereg megyében egy 25 ezer köbmétert. És hát a cégünk mai nap kb. Felét a mennyiségnek már kiszolgálta, tehát nagyon sok önkormányzat időben jelentkezett az igényel, és a kiszolgálása megtörtént. Ebbe a kategóriába tartozik a mintegy 3000 lelket számláló levelek is, amely a program 2011-es indulása óta minden évben sikeresen pályázott. A község polgármestere elmondta, 8 millió forint értékben minden eddiginél nagyobb mennyiségű faállományt sikerült ezúttal vásárolniuk. 415 köbméter száraz akác, illetve vadmegy és vadcseresznye tűzifa érkezett be már hozzánk a Nyírerdő támogatásával, a Nyírerdő szállította be. A szállítási költség még a 8 millió forint fölött kb. Másfél millió forint volt, tehát közel 10 millió forintot költött eddig már az önkormányzat a szociális tűzifára. Ezt a továbbiakban úgy fogjuk kiosztani, hogy a képviselőtestület fog egy döntést hozni, a szociális rendeletét az szerint módosítja, hogy hogyan kívánja ezt a szociális tűzifát majd kiosztani a rászorulók között. Ami a rászorultság gazdasági részét illeti, szociális tűzifára jogosult lehet az, akinek a családjában az egyfőre jutó jövedelem, az öregségi nyugdíj mindenkori legkisebb összegének 200%-át nem haladja meg, illetve egyedül élő vagy gyermekét egyedül nemelő esetén havi jövedelme kevesebb, mint az öregségi nyugdíj 250%-a. Borsodi László úgy fogalmazott, az elmúlt évekhez viszonyítva a tapasztalatok azt mutatják, leveleken ma már többen dolgoznak a közfoglalkoztatáson kívüli munkahelyeken, ami szerinte a rászorulók számában is tetten érhető. A korábbi években 250-300 családot érintett, a leveleki 800 családból a szociális tűzifa, de tapasztaltuk, hogy az elmúlt években már folyamatosan javuló gazdasági helyzet okán egyre kevesebb család kerül bele igazán a szociális rászorultsági helyzetbe, ezért ebben az évben úgy számolunk, hogy kb. 200-250 családnak tudunk majd szociális tűzifát juttatni. A magyar kormány 2011-ben indította el a programot, mostanáig pedig mintegy 1 millió köbméter tűzifával látták el az önkormányzatokat. A támogatási összeg azóta rendszeresen nőtt, idén csak nem 6-szorosa volt a 8 évvel ezelőttinek, ez idő alatt pedig 17 milliárd forintot fordított erre a célra az állam. Odafigyeléssel, toleranciával és a hatóságok tanácsainak betartásával sokat tehetünk a bűn és baleset megelőzés érdekében a napokban, a zavartalan megemlékezés érdekében. A temetőknél az értékeink védelmére, gyertya és mécses gyújtás közben pedig a tűzesetek elkerülésére kell jobban vigyázni. Látogatók tömegei érkeznek a napokban a temetőkbe, a Minden Szentekhez kapcsolódó rohan pedig már érezteti is hatását a közlekedésben, nagyobb a forgalom a sírkertek környékén. Sajnos vannak, akiknek ez az alkalom nem a gyertyagyújtást és az emlékezést jelenti. A tapasztalatok azt mutatják, hogy ilyenkor közvetlenül a temetőknél gyakrabban fordul elő gépkocsi feltörés, kerékpár, zseb és táskalopás.
Azért, hogy ne váljunk áldozattá, fogadjuk meg a rendőrség tanácsait. A közlekedők például ne megszokásból vezessenek. Gépkocsival érkeznek sokan a temetők környezetébe. Nyilván arra kell figyelni, hogy a gépkocsival nyilván nehéz lesz parkolni, mert hogy rengeteg autó van ilyenkor a temetők környékén. Lehetőség szerint olyan helyen parkoljanak le, ahol kivilágított, nem elhagyatott rész. Most azt nem mondom, hogy szabálytalanul, de a rendőrség kellő toleranciát fog majd ebből a szempontból mutatni a látogatók irányába. Nyilván meg kell győződni arról is, hogy a gépkocsi be van-e zárva, az ablakok fel vannak-e húzva, illetve van-e valamilyen érték az autóban, azt ugye el kell tenni a csomagtartóba, hogy máshová, hogy ne legyen hívogató, ahogy a bűnözők számára. Ami fontos még, hogyha mégis megtörtént a baj, és mondjuk feltörik a gépkocsit, akkor senki ne kezdjen el rendet rakni az autóban, kutatást végezni, hiszen nagyon fontos a későbbiek szempontjából, hogy az eredeti állapot megmaradjon az autóban, amilyenben találta ugye a tulajdonos. A kerékpárral érkezők hagyják megvilágított helyen lelakatolva a bicikliüket. Fontos az is, hogy ne vigyünk magunkkal sok pénzt és nagy értékeket a temetőbe, ott ne hagyjuk őrizetlenül a táskáinkat és zárjuk le azokat megfelelően. Ha mégis megtörténik a baj, kérjünk segítséget a közelben lévő egyenruhásoktól, vagy tárcsázzuk a 112-es segélyhívót. A rendre egyébként polgárőrök, temetőőrök és civil ruhás rendőrök is ügyelnek, a közlekedés biztonságon és forgalomirányításon túl bűnmegelőző jelleggel is. Mindeközben a tűzveszélyre is figyelni kell ebben az időszakban. Hogyha egyedül élő személy van, idősebbekre oda kell figyelnünk, ilyenkor meggyújtják a mécses gyertyát, és ne legyen a közelében éghetőanyag. Az elmúlt időszakban tavaly előtt volt egy olyan tűzesetünk, ahol egy elsőjén halottak napján meggyújtott gyertya miatt égett ki egy konyha helyiség. Átterjed könnyen, hogyha van mellette éghetőanyag a függönyre, hogyha asztalon van asztalterítő éghetőanyag, ahol el tud tovább terjedni, ezt meg kell akadályozni. Tehát lehetőleg ne legyen a mécses és a gyertya mellett zárt térben éghetőanyag. A temetőben pedig ne hagyjuk a mécseseket száraz növényzet vagy más éghetőanyag mellett, és arra is ügyeljünk, hogy a ruházatra se terjedjenek át a lángok. Tódi András elmondása szerint megerősített szolgálatra nincs szükség, megyében ugyanis nem történik ilyenkor több tűzeset köszönhetően az emberek odafigyelésének. A hatóságok arra figyelmeztetnek, kellő toleranciával, a nagy tömegben is sokat tehetünk a zavartalan megemlékezés érdekében. Péntektől már nem lehet a régi 500-as bankjegyekkel fizetni, a Magyar Nemzeti Bank ugyanis kivonja azokat a forgalomból. Készpénzes vásárlás esetén november 1-től már csak az idén februárban megjelent, megújított 500 forintos címletek használhatóak. A kereskedők nem kötelesek elfogadni a 2018 előtt készülteket. Az MNB tájékoztatása szerint október közepéig a bankjegyek több mint 60%-a újakra cserélődött. Ez azonban azt is jelenti, hogy még mindig rengeteg régi címlet lapul az emberek pénztárcájában, amelyek ugyanakkor nem vesztik el értéküket a kivonási határidő lejártával. A bank és posta fiókokban 3, a jegybankban pedig 20 évig ingyenesen beválthatóak. Nem ez lesz az utolsó pénzjegy bevonás idén, december 31-ig lehet használni a régi 10.000 forintos bankjegyeket is. Halloween, minden szentek, halottak napja. Kevesen tudják, de ez a három fogalom három különböző, de egymásra épülő ünnepet jelent. Bár Magyarországon az utóbbi kettőnek van nagy hagyománya, egyre többen hódolnak a kelta eredetű Halloween ünnepnek is. Már október közepétől elárasztják a közösségi oldalakat a felháborodott Halloween ellenes, vagy épp azt pártoló képek és posztok. Akárcsak a Valentin nap, ez a régi kelta ünnep is megosztja a magyar társadalmat. Vannak, akik elvből elutasítják ennek mondani valóját, míg mások szívesen hódolnak ennek a szokásnak. De honnan is ered a Halloween? Ez egy kelta eredetű hagyomány, de hozzánk angol száz közvetítéssel került. Egyébként ennek a hagyománynak van egy magyar megfelelője is, talán nem annyira ismert. Lucanapkor készítenek, és a lucanapi tréfák egyike közé tartozik, hogy tököt faragnak, töklámpást készítenek, és ezzel ijeszgetik a házban lakókat. Annak ellenére, hogy a Halloween nem kifejezetten nyugati ünnep, mi magyarok nagyon változatosan vélekedünk róla. Halottak napját azt ünnepelem, de a Halloween nem. Mert a minden hozzátartozom már a temetőben van. Én mindig dolgozok ilyenkor, mert családi biznisz. Haverjaim mindig mennek halloweeni buliba. Szerintem életemben nem voltam még. Szóval érdekes. Kapok sok csokit, meg
ilyesmi. Meg tököt faragok, meg ilyesmi. Rendbetéve tehát a dátumokat, Halloween október 31-én van, Minden Szentek november 1-e, Halottak napja pedig november 2-a. Mindhárom ünnep az elmúlásról szól, mégis különböznek. Míg a Halloween az ártó, rossz szellemeket hivatott elűzni, a Minden Szentek az összes üdvözült lélek emléknapja, a Halottak napja pedig az elhunyt, de az üdvösséget még el nem nyert híveket ünnepli. Magyarországon leginkább utóbbi kettőhöz terjedtek el népszokások, hagyományok. Ezen a napon a halottakra emlékeznek, ilyenkor kimennek a temetőbe, először megtisztítják a sírokat, rendbe teszik, tehát fölkészülnek tulajdonképpen erre a napra, nem csak lelkileg, hanem a sírokat is szépen rendbe hozzák, virágot visznek ki ezen a napon, és valamikor a régebbi időszakban nem jártak minden nap a temetőbe, hanem ez volt az a nap, amikor a halottakra emlékeznek a hozzátartozók. Ahány ház, annyi szokás tartja a mondás. Igaz ez a minden évben nagy port kavaró Halloween, Minden Szentek és Halottak napja ünnepkörére is. Három különböző ünnepről van szó, tehát nincs oka vitára, ezek tökéletesen megférnek egymás mellett. Egy a lényeg, hogy ki így, ki úgy, de mindannyian emlékezzünk meg elhunyt szeretteinkről. És ami még talán ilyen fontos, tartsuk tiszteletben egymás véleményét a témával kapcsolatban. Ingyenes látásvizsgálattal és gépjármű átvizsgálással várja az érdeklődőket a Szabolcs-Szatmár-Bereg megyei Baleset Megelőzési Bizottság Nyíregyházán, a Kert utcai benzinkútnál november 1-én, 5-én és 6-án 10 és 12 óra között. A látni és látszani kampány csütörtökön indult, melynek célja, hogy felhívják a gépjárművezetők figyelmét a szem egészségének és az autó világító berendezéseinek megfelelő működésének fontosságára. A Baleset Megelőzési Bizottság titkára kiemelte, a láthatóság szempontjából érdemes figyelni többek között a lámpatest tisztaságára és a ködlámpa használatának szabályaira is. Ez a szélvédő ne legyen koszos, mert nagyon sok fényt elveszt, kevésbé lesz látható át rajta a veszélyhelyzet. Ehhez fontos az, hogy megfelelő minőségű ablakmosó folyadékot használjunk, télen ne fagyjon meg, ne kristályosodjon ki, hiszen hiába van ráírva akár mínusz 30-40 fok is, bizonyos szélvédőmosó folyadékok hamar kristályosodni kezdenek, szélvédőre ragadnak, és nem fog kilátni a gépjárművezetője, vezetője, megint csak vészhelyzetet terem. Az ablaktörlő lapátok nagyon fontosak így a télbeállt előtt, megfelelő minőségűek legyenek, jól töröljenek, ne csíkozzanak, hiszen főleg egy hosszabb úton, egy autópályán, egy nyálkás időben nagyon sokat fogjuk használni, és nagyon kellemetlen, amikor billenteni kell mondjuk a fejünket, hogy kilássunk két csík között. De ezek nagyon fontos dolgok, és apróságok, emberi életek múlnak rajta. Országos szinten 3000-rel többen kötöttek házasságot 2019. augusztusában az előző év azonos időszakához képest. Ez több évre visszamenőleg is kiugróan magas adatnak számít. Az élveszületések száma stagnált, a halálozási adatok pedig csökkenő tendenciát mutatnak. Ez az oka annak, hogy jelenleg az észak-alföldi régióban 117% az öregedési index. Házasságkötések, élveszületések és halálozások száma. Három mutató szám, amely meghatározza egy társadalom úgynevezett népmozgalmát. Az országos statisztikai adatok szerint a házasságkötések száma idén augusztusban már több, mint 11 ezer volt. Ez közel 3000-rel több az előző év azonos időszakához képest. Ehhez a növekedéshez hozzájárulhattak a kormány azon intézkedései, amelyek a családvédelmi akcióterv részeként a fiatal házasokat támogatták. Az élveszületések száma azonban stagnált, szinte ugyanannyit jegyeztek fel idén, mint 2018. augusztusában. A halálozások száma viszont közel 500-rel csökkent országos viszonylatban. A házasságkötések száma Szabolcs-Szatmár-Bereg megyében az év január-júniusi időszakában 1416 volt. Ez azt jelenti, hogy az országos átlagtól egy nagyobb mértékű emelkedés történt Szabolcs-Szatmár-Bereg megyében. Ez egy közel 12%-os emelkedést jelentett az előző év azonos időszakához képest a megyében. Ettől nagyobb mértékű emelkedés három megyében volt még, Tolna, Pest, illetve Komárom-Esztergom megyékben volt még hasonló mértékű és a Szabolcs-Szatmáritól nagyobb arányú emelkedés.
A társadalom vizsgálat szempontjából fontos a természetes szaporodás vagy fogyás mértéke is. A KSH adatai szerint 2015 óta minden hónapban folyamatos fogyás figyelhető meg. Ebben a vizsgált időszakban 2017. januárja mutatta a legnagyobb mértékű népességfogyást több mint 7000 fővel, a legalacsonyabb számot pedig alig több mint 1000 fővel 2015. szeptemberre mutatta. Bár ingadozások vannak, 2019-ben eddig folyamatosan csökkent a népességfogyás mértéke. Ennek több oka is lehet. Ez általában minden évben így van, tehát az év elején, a téli és még a tavaszi hónapokban is a halálozások száma jóval magasabb, mint az ezt követő nyári időszakban. Most január kifejezetten magas érték volt a halálozások számát tekintve, ekkor tetőzött ugyanis az idén az influenza járvány, ekkor több mint 13.900 fő hunyt el Magyarországon. Még ugyanez a halálozások száma az augusztusi hónapot tekintve már csak 9710 fő volt, tehát emiatt van egy folyamatos csökkenés januárhoz képest egészen a jelenleg rendelkezésre álló augusztusi adatokig. Ezek az adatok mind hozzájárulnak ahhoz is, hogy az észak-alföldi régióban 2004 óta folyamatosan nő az öregedési index, amely az időskorú népességnek a gyermekkorú népességhez viszonyított arányát fejezi ki. Ennek a demográfiai jövő szempontjából van kiemelt jelentősége. Ez az adat jelenleg Pest után a mi régiónkban a legalacsonyabb, de még itt is több, mint 117%. Egyedül a Kisvárda jutott tovább a labdarúgó magyar kupában a 4 Szabolcs-Szatmár-Bereg megyei csapat közül, miután 2-1-re győzött Kozár Mislenyben. A Nyíregyháza Spartacus 5-0-ás vereséget szenvedett a 3. kerületi TV-je otthonában, a Balkány Szarvason kapott ki 2-1-re, a Sényűt pedig az NB1-es Mezőkövesd múlta felül szintén 2-1-re. A Kisvárda a következő fordulóban az NB3-as Pécsi MFC otthonában lép pályára. Az NB1-ben a második helyen álló Mezőkövesd látogatott az NB3 keleti csoportjában 7. helyen álló Sényűhöz a Magyar Kupa 7. fordulójában. A mérkőzésen a hazaiak szerezték meg a vezetést, a 18. percben Kapacina Valér talált a kövesdi kapuba. 3 perc múlva egyenlítettek a vendégek, egy hosszú kapus kirúgást követően Molnár vezette Zitzerben kapura a labdát, és nem hibázta el a helyzetet. Szünet előtt nem sokkal a vezetést is megszerezte a Mezőkövesd, egy jobboldali beadást követően Takács egy lépésről passzolt a kapuba. A Sényű a második fél időben mindent megtett az egyenlítésért, a hajrában egy jobboldali szögletet követően a kövesdi kapuba került a labda, a játékvezető azonban érvénytelenítette a találatot, így a Mezőkövesd jutott a legjobb 32 közé a kupában. Úgy gondolom, tisztességesen helytáltunk, ezt kértük a fiúkkal, hogy ugye emelt fővel tudjunk lejönni a pályáról, ezt szerintem teljes mértékben teljesítették, úgy gondolom, hogy megnehezítettük egy NB1-es élcsapatnak a dolgát. A vendégek edzője Kutor Attila örült annak, hogyha nem is könnyen, de bejutottak a kupa következő körébe. Egy nagyon nehéz mérkőzésen jutottunk tovább, ennek ellenére a célunkat elértük, és örülünk, hogy sikerült a következő körbe kerülnünk. Egységes keretünk van, úgyhogy mindenkinek megvan benne a szerepe és a lehetősége, úgyhogy most egy ilyen csapattal vettük fel a harcot, és azt gondolom, hogy azért megérdemelten jutottunk tovább. Természetesen nem volt könnyű egy ilyen egymérkőzéses kupameccsen ugye idegenbe szerepelni, amiből ugye győztesen kellett kijönnünk, de még egyszer mondom, nagyon örülünk annak, hogy a következő körbe tudtunk kerülni. A hazaiak góljászerző Kapacina Valér szerint a vereség ellenére is emelt fővel jöhettek le a pályáról. Az edzői stáb is kérte tőlünk, hogy minél felszabadultan élvezzük ki, hogy egy ilyen csapat ellen játszhatunk. Azt gondolom, hogy jól is sikerült a meccs, végig partiba voltunk. Volt egy egyenlítő gólunk, ami elég véleményes volt. Talán az, hogyha bemegy, akkor még szebb lett volna ez a mai nap, de azt gondolom, hogy így se kell szégyenkeznünk, hiszen egy élcsapatnak a dolgát nehezítettük meg, és ma nagyon nagy munkát végeztünk. Megyünk tovább, és igyekszünk a hétvégén is olyan teljesítményt nyújtani, ami után eredményesek tudunk lenni.
A másik három megyebeli csapat közül a Kisvárda 2-1-re győzött Kozár Michelinben. Az NB2-es Nyíregyháza Spartacus 5-0-ás veresége szenvedett az NB3-as 3. kerületi tévé otthonában, a megyei első osztályi Balkány pedig az osztálytárs Szarvas vendégeként kapott ki 2-1-re. Szerdán kisorsolták a következő forduló párosítását, a Kisvárda a legjobb 16 közé jutásért az NB3-as Pécsi MFC otthonában lép pályára december 4-én. A továbbjutás egy meccsen dől majd el. Szombaton nyitja meg kapuit a nyíregyházi városi jégpálya. Az elmúlt szezonhoz hasonlóan lesz korcsolya oktatás, valamint a jégkorongozók is birtokba vehetik a jégfelületet. Az üzemeltetők célja a 40 ezres látogatószám elérése. Az elmúlt hetek időjárása kis túlzással inkább a strandröplabdának kedvezett, mint a jeges sportoknak, ettől függetlenül a naptár szerint már kezdődik a jeges szezon. Nyíregyházán a városi jégpályán is elkezdték a jéghizzalását, így szombaton már ismét látogatókat fogadhat a tavaly átadott létesítmény. Az elmúlt héten még nagyon szkeptikusok voltunk ebbe a kérdésbe, de hál' Istennek ezen a héten már olyan időjárási viszonyok lettek, aminek folyamán el tudtuk kezdeni a jeget hizlalni, és hát 100%-kal mennek természetesen a fagyasztógépek, de én azt gondolom, hogy szombatra egy nagyon jó minőségű jeget fogunk tudni biztosítani a nyitásra. Kőhalmi Rihár elmondta, az előző szezonban a szabad idősport és a versenysport kiszolgálása mellett közösségi térként is működött a jégpálya, és szeretnék, ha ez így lenne a jövőben is. Hatalmas sikere volt tavaly is a jégpályának, közel öt hónapig volt nyitva, ezt mi most egy-két héttel meg szeretnénk toldani, nyilván hamarabb fogunk most nyitni, mint tavaly, és hát azt mindenféleképpen célként határoztuk meg, hogy a tavalyi 30 ezeres látogatói számot emeljük, és hát 40 ezer a cél természetesen. Nyíregyháza város jóvoltából továbbra is megszervezzük az ovikori programot, és a délelőtti órák várjuk nagy szeretettel az iskolákat is. Polgármester úr nagyon szeretné, ha minden iskolás legalább egyszer, de lehetőség szerint minél többször el tudjon jutni a jégpályára, mert ezeket a testnevelés órákba és szabadidős programokba be lehet építeni, azt gondolom. A nyíregyházi városi jégpálya szombaton 9:30-kor nyitja meg kapuit, este pedig egy ice party várja majd a közönséget. Híradónk végén nézzük a legfontosabb híreket még egyszer röviden. Idén is 5 milliárd forintot fordít a kormány a szociális tűzifa programra, amelyből országosan mintegy 200 ezer rászoruló család kaphat 2-3 hónapra elegendő fűtőanyagot. A pályázatra az 5000 főnél kevesebb lakost számláló települések pályázhattak. Levelek polgármestere úgy fogalmazott, a javuló gazdasági helyzet hatására idén már kevesebben jogosultak a támogatásra. Odafigyeléssel, toleranciával és a hatóságok tanácsainak megfogadásával sokat tehetünk a bűn és baleset megelőzés érdekében a napokban, a zavartalan megemlékezés érdekében. A temetőknél az értékeink védelmét, gyertya és mécses gyújtás közben pedig a tűzesetek elkerülését kell jobban szem előtt tartanunk. Rendőrökkel, polgárőrökkel idén is nagy számban találkozhatunk a sírkertek környékén. Halloween, minden szentek, halottak napja. Kevesen tudják, de ez a három fogalom három különböző, de egymásra épülő ünnepet jelent. Bár Magyarországon az utóbbi kettőnek van nagy hagyománya, egyre többen hódolnak a kelta eredetű Halloween ünnepnek is. Önök a Kölcsei Televízió híradóját látták október 31-én csütörtökön. Friss hírekkel legközelebb holnap várjuk majd önöket. Tudósításainkat addig is visszanézhetik a weboldalunkon. Én munkatársaim nevében is köszönöm a figyelmüket, a viszontlátásra! Csütörtök délután a szakadozott felhőréteg egyre nagyobb területre kiterjed, de péntek este csapadék nem valószínű. Az északkeleti szél időnként megélénkül, majd mérsékelt, változó irányú szél lesz a jellemző. A legalacsonyabb éjszakai hőmérséklet általában 2 fok körül alakul, de talaj mentén néhol gyenge légköri fagy is előfordulhat. Pénteken egy szakadozott felhőtakaró lesz felettünk, több-kevesebb napsütés várható, csapadék nem valószínű. A déli szél helyenként megélénkül, a legmagasabb nappali hőmérséklet 11 fok körül alakul.
Kezdetben erősen felhős időre van kilátás, és bár a hétvégén kisebb eső már előfordulhat, azonban számottevő csapadékra majd inkább csak a jövő hét elején számíthatunk. Szombaton hajnalban néhol még gyenge fagy lehet, de ezt követően már melegebb léghullámok érkeznek fölénk. Vasárnap az enyhébb hajnalt követően délután egy-egy helyen akár 20 fok is előfordulhat.